Kamaraszínházi napok várták a hévízi közönséget a március 15-éhez kapcsolódó hétvégén. A négy előadás egyikén Petőfi könnyed hangvételű művét, a helység kalapácsát adta elő Besenci Árpád Jászai díjas színművész, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója. A templom tornyba megyek föl, a szám, hogy szépen leereszkedem a harang kötélen. De mi lesz, ha megkondul a harang? Na mindegy. Volt már közöm a darabhoz, hiszen katonakorban, 1983-ban pont Zalaegerszegen, ezt a darabot csináltuk itt a katonatársaimmal, és én voltam személyzetes Erzsók, ezelőtt 30 évvel. Aztán ugye 10 évvel rá megtanultam a darabot, teljesen az egészet, és rá 10 évre, tehát körülbelül olyan 15 éve a Budapesti József Attila Színház tagja voltam, az akkori igazgató mondta, hogy ezt meg kell csinálni a stúdióban, aztán később nagyszínpadon is, és Starenki Pál barátom, aki az Egerszegi Színháznak a művészeti vezetője, kitalált hozzá egy kerettörténetet, kitalálta hozzá ezt a minimális díszletet, és egy nagyszerű zenét, a Kustolica filmnek, a Macskajajnak a zenéjére van ráfűzve az egész, illetve ki van egészítve néhány 1844-es datálás, ugye a helység kalapácsa, e tájban írt szerelmes és borversének a Láncolatában Petőfinek. Tehát tulajdonképpen egy egyszemélyes színház, és az az izgalom benne, hogy mindegyik szerepet én játszom. Én vagyok a nő, a férfi, a mesélő, minden én vagyok. A harangzúgás, mindent én csinálok egyedül. Bátorság! Aki nem mer, az nem nyer. Szólj el a harangátomba, úgy van, hogy sem. Őszintén szól a harangát, hogy elhiszem, hogy úgy van. Kántor ugyan. No, ha úgy van, akkor én most nekivágok. Azt a helybéli látszik, kántor fölemelte. Csak hogy mikor a fölemelte csordultik valahaz, mikor letevé, üres valahaz. Nekem mindig kihívás volt, én szerettem sokfélét játszani, meg sok arcba bújni. Televízió szerepléseim kapcsán is mindig mondták, hogy jó alkat vagyok, mert gyorsan tudok váltani figurákat. Egy időben ilyen Benné Hilles dolgokat is csinálgattam még a Magyar Királyi TV-ben, csak szöveg nélkül, ugye mimikával, és itt is nagyon nagy szerepe van a mimikának. Tehát bizonyos figuráknak meg van a saját arculata. Amazon természetű Mártának is, a helység kalapácsának is, a bagarjának is, minden figurának. Úgyhogy ez kihívás, és ugye itt a szöveg miatt, illetve hát a technikus kollega, hogy követ engem a darabban, a zene miatt is észnék ellen, tehát nem lehet nagyokat ugrani, mert kötött a szöveg. Oda rontott a személybetes Erzsók 55 éves lábaihoz. Igazi népszínház, tehát ez a nyugdíjastól a általános iskola felső tagozatáig mindenkit leköt. Ugye eleve nehezen nyúlnak a gyerekek manapság Petőfihez. És akkor rájönnek, hogy micsoda fantasztikus nyelvezet, és micsoda fantasztikus humora volt annak a pasinak, az egyszerűen lenyűgöz mindenkit, hogy ennyi idővel ezelőtt ilyet írni. Ugye az eposz paródiának írta Petőfi, és hát annak minden kelléke benne van. Remek figurák vannak benne, remek helyzetek vannak benne, és mondom, hogy fel van tuningolva ezekkel a kis betétekkel, ami közérthetőbbé, fogyaszthatóbbá teszi az egészet. És tényleg nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt 20 évben hát már nagyon sok helyen megfordultam velem, nem csak Magyarországon, hanem hála Isten a világ különböző pontján is, ottani magyarok meghívtak ebben a darabbal, és mindenhol szeretik, mindenhol imádják, és nem hiszik el, Petőfi ilyet írt, akkor ha csak 2-3 ember leveszi a polcra a Petőfit, utána olvas, vagy esetleg beleolvas a helység kalapácsába, már megérte. Mikor térsz már az eszedet a Sándor? Az ördög elvisz, amit sokáig így folytatott. Barátom, nézd csak meg a tükörben magadat. Ember az, akit itt látsz. Menkő. Tükröt kísértetek oda. Jaj, fiú, szedd rendbe ezt a rendetlen életed. Hidd el, barátom, az ember az kórhelység nélkül is el lehet. A napunk itt egy messzei borocska. Ennyi aztán mindig elég. És mi a szerelmet illeti, hát, szeretőként jobb összefeleségét.